Vezette már a Magyar Labdarúgó Szövetség sajtóosztályát, volt a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia kommunikációs igazgatója, tavaly megválasztotta elnökének a Magyar Sportújságírók Szövetsége, mostantól pedig azért a napilapért felel, amelyet korábban tíz évig újságíróként is szolgált. Szőlősi György a Nemzeti Sport új főszerkesztője a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Mondhatjuk, hogy egy régi vágyat teljesült azzal, hogy, hogy kineveztek a Nemzeti Sport főszerkesztőjének? Hát lehet, hogy illúzió romboló lesz, amit mondok, de nem volt ilyen vágyam. Bár ebben a szakmában valóban azt szokták mondani, hogy ez a szakma csúcsa, vagy a szakma egyik csúcsa legalábbis, a nemzeti sport főszerkesztőjének lenni. A nemzeti sport az egy varázslatos brand, egy csodálatos hagyományú napilap, amely 113 esztendeje jelenik meg, ha nem is minden nap, de helyek azóta számol be a magyar sportban történő dolgokról. Derültékből a villámcsapásként ért ez a, ez a, felkérés, vagy, vagy azért volt ennek? A hát azért, ha már nagyképpen azt mondtam, hogy nem volt az álmom, azért azt sem mondanám, hogy villámcsapás volt, hiszen természetesen nagy megtiszteltetés, és természetesen nagyon szép fel feladat, de rögtön hozzáteszem azt is, hogy óriási felelősség. Azért kérdezem egyébként, mert uh, ugye annak idején, amikor a, a Magyar Sportúságírók Szövetségének elnöki pozíciójára kandidáltál, akkor volt egy egy világos programod, készen van már a, a, a nemzeti sport jövőképe, a terv, hogy, hogy mit szeretnél kezdeni? Igen, egyébként a Sportúságírók Szövetsége uh, elnökségét folytatott küzdelemben megfogalmazott uh, célokat uh, megkezdtük megvalósítani, vagy, vagy legalábbis... Uh, közebb jutottunk ahhoz, hogy megvalósuljanak, és azt gondolom, hogy a nemzeti sport főszerkesztőjeként nagyon sokat tudok tenni azokért a célokért is, tehát ez a két pozíció ilyen szempontból erősíti egymást, és ez az egyik legfontosabb feladatom szerintem, hogy a magyar sportújságírók ismét azt érezzék, hogy, hogy megbecsült tagjai a sporttársadalomnak is, meg általában a társadalomnak is. Sportújságírónak lenni az, amikor én elkezdtem a szakmát, vagy kicsivel még korábban, akkor az egyik legirigyeltebb foglalkozás volt, és bár nem mondom azt, hogy, hogy most nem vonzó pálya, de az biztos, hogy sokkal többet dolgoznak a kollégák, nagyon nagy felelőssége van a külföldi tulajdonosoknak abban, hogy a végletekig kizsigerelték az újságírókat, hogy semmiféle érdekképviselet, közös fellépés nem lehetett, tehát ebből a szempontból is nagyon nagy reményeket fűzök ahhoz, hogyha a Sportúságíró Szövetség és a Nemzeti Sport tekintélyét, befolyását együtt tudjuk a szakma érdekében latba vetni, akkor, akkor érhetünk el eredményeket. A... Ha a Nemzeti Sportnál maradunk konkrétan, akkor, akkor mi a legfontosabb feladat szerinted most? A Nemzeti Sportnál nagyon röviden összefoglalva azt lehet mondani, hogy valóban nemzeti sport legyen, tehát itt a svájci és osztrák tulajdonosok alatt átvészelt évtizedek után valóban egy olyan média vállalkozás legyen, amelyik felelősséget érez a magyar sport ügye iránt, ami egyébként a legszebb hagyományaiból is természetesen következik, de sajnos nem volt természetes az elmúlt évtizedekben. Illetve szerintem azoknak a kihívásoknak is természetesen meg kell felelni, és azokkal is szembe kell nézni, amelyekkel általában szembenéz a hihetetlenül gyorsan változó és alakuló média világa. Éppen ezért a, a Nemzeti Sport a nyomtatott napilap és a Nemzeti Sport online, amelyek a maguk területén mind vezető pozícióban vannak. Ezeknek az összehangolt és mind a két rész számára hatékonyabb munkája, ami szerintem a legfontosabb dolog, tehát, tehát minél inkább az online szolgálatába állítani a nyomtatott újságot, és minél inkább a nyomtatott újság szolgálatába állítani az online kiadást. Ez mit jelent pontosan, ezt fejtsük egy kicsit részletesen, mert ugye annak idején, amikor én elkezdtem lapozgatni a nemzeti sportot, akkor ugye rengeteg tudósítást olvashattunk, ma már, a, és ugye rengeteg friss hírt onnan tájékozottak az emberek, ma már gyakorlatilag ezt mindenki a mobiltelefonjával megteszi. Mi a, a jelenlegi online térhódítás mellett szerinted egy, egy sportnapi lap legfontosabb feladata? Vannak olyanok is, akik az, az eredményeket is talán még mindig az újságból szerzik, tehát őrőlük sem szabad elfeledkezni a Nemzeti Sport régi hűséges olvasóiról, akik talán olyan jellegű tartalmakat is remélnek, mint amelyeket megszoktak évtizedekkel korábban. Viszont úgy, úgy általában mondanám azt, hogy van a, a világban a, az online felületeken dolgozó újságírók és a hagyományos újságok számára dolgozó újságírók között egyfajta ilyen szembenállás a az új technológiákkal szemben egyfajta gyanakvás, ami szerintem teljesen alaptalan, hiszen a lényeg ugyanaz, érdekes jó cikkeket kell helyesen magyarul megírni és érdekesen tálalni, ezért a jó újságírókra mindig szükség lesz. Hogyha ma már az online felületeken érünk el több olvasót, akkor igenis ott kell a legmagasabb színvonalú írásokat, tartalmakat megjelentetni a lehető leghamarabb. Elképzelhető, hogy előbb-utóbb most akár már a te időd alatt is a, a nemzeti sport az átkerül csak és kizárólag online felületre, vagy azért ennek még, ez még egy kicsit ott éppen? Szerintem viszont ugyanakkor, tehát miközben hihetetlen ütemben zajlik az online médiatér hódítása, a közben éppen a csak az online világban elérhető vetélytársainkkal, vetélytársainkkal szemben egy óriási előnyünk az, hogy van nyomtatott változat és a nemzeti sportnak, és ez a bizonyos 113 év, ez a hagyomány és ez a, ez a bázis, amire építkezhetünk, tehát egyáltalán nem, nem vonnám nem kétségbe a nyomtatott napi lap jelentőségét sem. Azt kell megtalálni, hogy, hogy, hogyan lehet, hiszen a világ alakul a leginkább zöggenőmentes és a leghatékonyabb módon a, a nyomtatott újságról folyamatosan az internetre átszokó olvasókat, hirdetőket és legjobb újságírókat átmozgatni, hogy, hogy így mondjam. Szépen lassan, folyamatosan, és úgy hogy egyébként van átjárás a két terület között. Tehát, tehát, még egyszer mondom, ezt a mesterséges kettészakítottságot vagy szembenállást meg kell szüntetni, ha, ha, vannak is erre utaló jelek, mert, mert ez egy értelmetlen dolog. A technológia változik, az újságírói munka lényege az, hogy, az, hogy hitelesen kell Érdekes tartalmakat előállítani, az nem. Uh, ugye egy másik uh, újságnál, a For For Magyarországi Kérdésenál is uh, főszerkesztő vagy, ugye ez egy uh, havilap. Uh, az ottani tapasztalatodat, illetve azt az angol szaktudást, ami ott van a, a háttérben uh, nektek, még pluszban a, a, a tiétek mellett, azt mennyire lehet egy, egy uh, napi lap szolgálatába állítani? Tegnap uh, már egyeztettem értékes igazgató igazgató úrral, hogy hogyan legyen tovább. A Forfortú, amely most a világvezető futball magazinja, 7. 7. éve jelenik meg Magyarországon, és szerintem a magyar futballkultúra újjáépítésében fontos szerepe van, ezért mindenképpen szeretnénk csinálni, továbbvinni. A, annyira más, más jellegű kiadvány, annyira más a, a célcsoport és minden egyéb, hogy tulajdonképpen a nemzeti sporttal nem igazán van súlódási felület, ha mégis akkor megpróbáljuk majd megoldani az esetlegesen felvetődő problémákat. Az online kiadásnak a munkájával talán sokkal inkább lehet. csak arra gondoltam, hogy, hogy a, az ott szerzett tapasztalataidat mennyiben tudod átültetni a, a, a nemzeti sporthoz? Nyilván én a nemzeti sportnál lettem újságíró, 18 éves voltam, amikor megjelent az első cikkem nyomtatásban a, a nemzeti sportban, és nagyon sok időt eltöltöttem a nemzeti sport futballrovatában, és mindaz, amit ott tanultam, mindaz, amit, amit sajtófőnökként a sajtókiszolgálásban, kiszolgálásban a másik oldalon, a Labdarúgó Szövetségnél vagy a Puskás Akadémiánál tanultam, és amit a, a Forfortunál, akár, akár az angol anyalaptól, akár a szerkesztési munka során azokat mind hozom magammal, hiszen, hiszen az mind összeadódott az elmúlt húsz évben, tehát nehéz ezt így megmondani, hogy mi az, amit a 442 útól tanultam. Igen, lehet az angol kollégáktól, a szerkesztési elvekből, a, a forfortú elveiből, politikájából nagyon sok mindent tanulni, igyekszünk is ezeket a tapasztalatokat hasznosítani, és egyébként pedig, mivel ez azért felvetődik sok helyen most, hogy mi lesz a for -for meg hogy lehet egy összeegyeztetni, meg fogjuk találni azt a modellt, amiben nem keresztezik egymás útját ezek a sajtóorgánumok, hanem inkább segítik, kiegészítik, szolgálják egymást. Egy kényes kérdés, de, de, azt hiszem, hogy, hogy, fontos egy, egy napi lap szempontjából mindenképpen, hogy, hogy a, a sportági szövetségekkel milyen viszonyt ápol, milyen viszonyt kell egy ilyen újságnak, hiszen van azért valamilyen szinten egyfajta függőség is a, a sportági szövetségek és a, a napilap között, mindenki szeretne bekerülni, de hát ugye az újságíró meg, meg néha kénytelen kritikákat megfogalmazni, hogyha, hogyha éppen úgy alakul, hogy lehet itt egyensúlyozni, mert gondolom kell. Igen, a korábbi időszakkal szemben szerintem egyszerűbb lesz a helyzetünk, bár, bár ez valóban egy, egy örökös játszma, hiszen nem feltétlenül egyeznek az érdekek nekünk, az olvasókat kell elsősorban kiszolgálnunk, a sportági szakszövetségeknek pedig a sportoló tagjaikat, a, a klubokat, amelyek a tagjaik. A nagy közös cél az azért ugyanaz, tehát mindannyian a magyar sportügyét szolgáljuk, így vagy úgy. És hogyha sikeres a magyar sport, és sikerek vannak a magyar sportban, az közös boldogság, és az, az, az mindenkinek jó. Ez egyrészt fontos. Másrészt, most már a nemzeti sportnak nem kell egy, egy távoli, csak a profitban érdekelt külföldi tulajdonosnak az érdekét szolgálni, vagy első helyre tenni a prioritások között. Ezért mondom, hogy könnyebb lesz a helyzetünk, hiszen valóban a magyar sport ügye és az olvasók kiszolgálása szerepelhet az első helyeken, illetve abban is bízom, hogy sikerül egy olyan hiteles, erős, tekintélyes szerkesztőségét tennünk ismét a nemzeti sportot, amelynek a véleményét könnyebben elfogadják, amelynek a véleményére adnak, és amelynek a, a munkáját minden eddig innen jobban próbálják segíteni majd a különböző sportági szakszövetségek, illetve a klubok. Hiányzott már a isből szerkesztőségi élet? Azt mondhatom, hogy tegnap, amikor az egyik oldalt újra kellett küldeni a nyomdának 11 óra után pár perccel, és azzal tördelő művészeti szerkesztő kollégával, György Nándorral tettük ezt, akivel már millió hasonló közös munkánk volt a régi nemzeti sportnál is, akkor úgy éreztem, hogyha ez a tíz év kimaradt volna, és ott folytattuk, ahol abbahagytuk az előtt. Természetesen az a, az a fajta napilapos lapos élet, amit én valóban csináltam 20 évesként, amikor, amikor déltől éjfélig bent voltunk, és utána is még, még folytatódott a szakmai egyeztetés, és, és állandóan csak az újságra tudtunk gondolni, és ez, ez a hét-hét napját jelentette, ez, a, ez az igazi napilapozás hogy most ebbe vissza tudok-e zökkenni, már három gyerekes családapaként, azt, azt nem tudom, és azt nem merem így megírni, talán egy főszerkesztőnek nem is feltétlenül csak ez a feladata, hogy a hét-hét napján ott álljon a deszk mellett. Ha nem legyen, is kell nyilvánvalóan valóban. elsősorban ez a, ez a fő feladat. köszönöm szépen, és nagyon sok sikert kívánok ehhez. Köszönöm én is.